közel 1 milliárd forint értékű beruházásokról van szó. A 6 fontos fejlesztés megvalósulása Nagymányokon még az előző vezetés ciklusában kezdődött meg, amit mostanra sikerült befejezni. A majd 1 milliárd forint értékben megvalósuló újítások között szerepel a már meglévő óvoda kibővítése egy bölcsödével, ami a helyieknek is nagy segítség. Így a kisgyerekes családoknak nem kell más módon megoldani a kicsik felügyeletét. Modern, korszerű körülmények között tölthetik el a napot a kisdedek, rengeteg színes és érdekes játék között. Emellett még 5 másik fejlesztés is megvalósult a településen. Helyi bölcsödének a kialakítása, ez a már meglévő óvoda bölcsödei épület résszel került bővítésre, 14 főt tud befogadni. A másik fejlesztésünk Nagymányoki belterületi csapadékvízhálózat rekonstrukciója. Ez az újtelepi városrészben és az öregtelepi városrész egyes szakaszain valósult meg. A harmadik barnamezős területek rehabilitációja Nagymányokon. Ez egy volt iparterületnek a rehabilitációja, amiből most egy logisztikai központ lett, egy meglévő épület felújítása, egy új csarnok építése és a terület felújítása volt ennek a projektnek a tárgya. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása. Az eléggé elavult közétkeztetési konyhánknak a felújítása, illetve kialakítása ugyanabban az épületben. Ez a projekt ezt tartalmazta. Illetve még 2 magyar falus pályázat, az egyik a Malom utcának az útfelújítása, újraaszfaltozása, a másik meg egy anyagtámogatás Petőfi utca egy szakaszának a járda felújítására, amit a városüzemeltetési csoport kivitelezett. Igazi ünnepi hangulatú átadót tartottak eme jelentős előrelépés kapcsán a településen. A mai nappal 6 darab fejlesztést adunk át. A most átadásra kerülő projektek az előző vezetés időszaka alatt kerültek benyújtásra és kivitelezésre. Megtiszteltetés számomra, hogy polgármesterként részt vehetek ezen az átadón, melyek mindegyike jelentős és a lakosság számára már nagyon várt fejlesztés volt. Van 6 projekt zárására került sor, illetve ünnepélyes átadására a mai napon. Ebből a 6 projektből 4 volt területi operatív programban elnyert beruházás, illetve végrehajtott beruházás, és 2 magyar falus beruházás volt, ez a magyar falu programban elkészült projektekről van szó. Ha összeadjuk a forrásokat, akkor közel 1 milliárd forintos fejlesztésről van szó. Nyilván még itt nem beszélünk azokról a kisebb munkákról, amit önkormányzati dolgozók, szülők és mások tettek bele ezekbe a projektekbe. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a vidék Magyarországát fejlesszük, hiszen a magyar kormány is alapvetően a vidéki Magyarországot képviseli, a parlament döntő többsége is vidéki képviselőkből áll, úgyhogy számunkra nagyon-nagyon fontos az, hogy mind Nagymányok, mind a környező települések, mind pedig az egész Vármegye fejlődjön. Az államtitkár elmondta, nagyon fontos a vidéki Magyarország fejlesztése, a kormánynak is ez a célja. A kis települések felvirágoztatása által jut előrébb az ország, illetve az ott lakóknak is megkönnyíti az életét egy-egy jelentősebb újítás.